Fontos szerepet játszhat a magyar termék nagy díja gyulai márka további építésében, közvetve pedig a piacszerzésben. Daka Zsolt ügyvezető szerint az elismerés odaítélésénél a döntéshozók értékelték, hogy visszanyúltak a közel másfél száz éves tradíciókhoz. Stébel András 1935-ben a brüsszeli világkiállításon aranydiplomát nyert ezzel a termékkel. Mi ennek a terméknek a receptúráját vettük elő, és a mai fogyasztói ízlésnek, elvárásoknak megfelelően átdolgoztuk. Ez a termék egy 180 g-os kiszerelésű termék. Ha az ember megvágja a terméket, akkor az látható rajta, hogy nagyobb szalonna és húsdarabkák találhatók benne. A termék hagyományos füstöléssel készül, hagyományos receptúrával, készülés technológiával. A kispáros gyulai kolbász tehát egyenlő a stéberféle kolbásszal, csak éppen olyan változtatásokat hajtottak végre rajta, melyekkel a mai igényeknek megfelelővé vált. A cégvezető szerint ez a díj annak a munkának is az elismerését jelenti, melyet új alapokon indulva ez év elején kezdtek. A magyar termék nagy díj elismerés a Gyulahús Kft. Számára egy nagyon fontos elismerés. Februárban kezdtük működésünket, és az azóta eltelt munkánkat dicséri ez a díj. Emellett még fontos megemlítenem, hogy úgy gondolom, hogy ez az elismerés méltán bizonyítja azt, hogy egy önkormányzati tulajdonban lévő húsipari cég is lehet sikeres. A Gyulahús Kft. Számára a legfontosabb feladatnak azt tűnik, hogy további piacok megszerzésével növelje bevételeit és stabilizálja működését.